egészen elképesztő élményem volt itt San Franciscóban, döbbenetes végigmenni az utcán. Armageddon-szerű állapotokat láttam itt, azt kell, hogy mondjam. Tehát egy pár óra alatt olyan mennyiségű, ilyen nagyon-nagyon súlyos élményért, hogy az valami döbbenetes. Amikor idejöttem, akkor azt gondoltam, hogy ez azért talán lágyabb ennél. Tehát ugye a neten szeretnek túlozni, félelmet kelteni emberekben, stb. Nem. Tényleg katasztrofális állapotok vannak, és azt gondolom, hogy ezekből sokat tanulhatunk, tehát érdemes egy picit körbejárni őket, hogy miért jönnek létre. Ez itt mögöttem a Powell Street metró megálló, és 4-5 napja itt lőttek agyon valakit. Egészen elképesztő a kontraszt a között, hogy adott bent egy konferencia, ugye a Hiltonban, hű de elegáns, stb. És egyébként a környék, az ugye ez a Tenderloin, ami a nyugati part egyik legrosszabb régiója. Mi is itt a probléma, ahogyan mondtam is, az utcák tele vannak hajléktalanok a drogosokkal. A környéken követik el San Francisco bűncselekményeinek a 70-80%-át, tehát ez azért nagyon magas, tehát eszméletlen magas szám. Az utcán drogoznak emberek, illetve az utcán árulnak is drogot. A közelmúlt híre az az, hogy építettek ide az utcára egy kerítést valahol azért, hogy a drog árulást, illetve a drogozást azt megakadályozzák. És ez egyébként eszméletlenül látszik is, tehát a pár óra alatt, amíg körbe mentem, egészen elképesztő jeleneteket láttam. Tehát emberek ugye tömegesen így tényleg így, mint egy zombik, ugye így befeszülve, mint én fölnakadva a villanyoszlopon, ordítva, nem is tudom, és tényleg egészen elképesztő, hogy kimész az utcára, és ezt a pusztító cucc jön szembe. Tehát nem az van, hogy hát egy kicsit zavar, hogy valaki, mit tudom én, fetreng itt vagy ott, hanem tömegesen. Ráadásul oda is sikerült eljutni, hogy tömegesen törik fel ugye az autókat, és ugye kitörik az ablakukat, és kiszednek belőle bármit, amit találnak. És ez aztán azt eredményezte, hogy egyébként emberek nyitva hagyják a kocsit. Tehát ezen a környéken nagyon sokszor egyszerűen nyitva adják a kocsijukat, hogy ne törjék ki az ablaküveget. Ez egy teljesen abszurd, elképesztő helyzet, de ez van. Nagyon sokat gyalogoltam, kilométereken keresztül mehetsz akár, és egyébként ezt fogod találni, tulajdonképpen még a városháza előtt is egyébként. Szóval az a helyzet, hogy sose láttam még olyan deliriumos társadalmat, tényleg az egyik oldalon két hatalmas lány tanít aerobikra embereket, mellettük a srácok ott árulják nyugodtan a cuccot, és mellettük pedig teljesen készen hevernek emberek. Teljesen szürreális, itt van ugye a városháza mögöttem. De szép, nem? És hogyha megnézitek itt meg ugye a kis piac. Tehát teljesen olyan, mintha így menne normálisan az élet, és mellettük meg ott van ez a katasztrófa. Egyébként, ugye azon túl, hogy ez a belvárosi rész, a belváros egy része tök helyes lenne. Tehát azért nagyon nagy gond ez, mert San Franciscóban nagyon komoly potenciál van, a belváros egy része tényleg nagyon cuki, jópofa, már-már elegáns is, és aztán egyszer csak lépsz kettőt, és a nyakadba omlik ez az egész borzalom. És egyébként azokon a részeken, amik ilyen jópofák és normálisak, ott nincs is ennyi hajléktalan. Tehát, hogy vannak ott is, tehát láttam ott is, de azért nem ennyit, és nem is, és nincs is ennyi drogos. Illetve ha van, az sokszor inkább hűszag, és nem más. És hát ennek olyan hátránya is vannak, hogy tényleg be vannak zárva a boltok. A plázában, ugye nem? Nem paranoia, igazuk van azoknak, akik azt mondták, hogy ezek így menekülnek. Menekülnek ki innen. Hogy miért vannak itt ennyien? Alapvetően azért, mert viszonylag jó az éghajlat, nem véletlenül jönnek Kaliforniába sokan. Másrészt egyébként kapnak valamennyi támogatást, ahogyan hallottam, olyan 6-700 dollárt kapnak az önkormányzattól, és tulajdonképpen abból így valahogyan el tudnak vegetálni az utcán. És így alakulnak ki ezek a régiók egyébként Amerikában, ahová gyakorlatilag összegyűlnek a drogosok. És sok százan, vagy akár sok ezren is. Ugye hajléktalanok, és tulajdonképpen nagyon abszurd, mert ez a belvárosi része, tehát akár egy viszonylag normalizált helynek is
mondható, és ehhez képest tulajdonképpen tele vannak vele, és egyébként tényleg elképesztő jeleneteket is tudnak csinálni, tehát mit tudom én, végigmegy az ember az utcán, és szinte biztos, hogy fog valakivel találkozni, aki tébolyút módon mászkál föl alá, őrjön, gordít, stb. Ugye ennek az egésznek a jogi hátteréről San Francisco Kaliforniában van, és azért a kaliforniai törvények elég enyhék, tehát azt tudjátok is, hogy mondjuk a könnyű drogokat is nagyjából úgy liberalizálták. A nehéz drogoknál gyakorlatilag a használatukat azt átvitték ugye pár éve, és tulajdonképpen ilyen szabálysértés lett belőle. Tehát nem komoly feloni, hanem egyel lejjebb, nem bűncselekmény, hanem egyel lejjebb. Hoztak olyan szabályokat, hogy $950 alatt egy csomó cselekmény, az, tehát kár alatt egy csomó cselekmény az nem bűncselekmény. Tehát mit tudom én, $900 lopsz a boltban, akkor az megint csak nem bűncselekmény lesz. Ami ugye részben liberalizált elég sok mindent. Sok olyan javaslat volt a kaliforniai törvényhozásban, ami szigorítani akart ezeken. Például, hogy azon dílereket erősebben büntették volna, akik eladnak kábítószert valakinek, és az illető belehal. Ha már itt járunk, a krízisnél érdemes azt is megjegyezni, hogy nagyon sokszor egyébként fentanillal átitatott egyéb kábítószert adnak el, ami katasztrófa, tehát hogy mit tudom én, képesek a füvet is átitatni fentanillal, bármit, kokaint, heroint, akármit. Ami megint szerintem nagyon-nagyon-nagyon problémás. A kaliforniai jogalkotás az megpróbált volna valamilyen szinten erre reflektálni, de ezeket a terveket elutasították. Tehát nem szigorították a törvényeket, nem szigorították mondjuk a felelősségét a dílereknek, stb. Időről időre van egyébként ilyen felbuzdulás, hogy akkor most elkapják a dílereket, akiket egyébként nagyjából így fényes nappal mindenhol lehet látni, de egyébként ez általában nem feltétlenül jön össze. Illetve ha összejön, akkor abszurd módon a csapat jó részét rövid idő után kiengedik. Tehát tényleg halál abszurd, hogy mondjuk nagyon büszkék voltak rá, hogy 500 dílert elfogtak, de hogy ilyen számokat képzeljetek el, 5 meg 700, meg nem tudom, tehát eszméletlen. És aztán utána gyakorlatilag rá pár hónapra már mindenki kin van. Tehát valamilyen nagyon furán nem működik a rendszer. Ugye nagyon érdekes, hogy az adatokról azt mondja a polgármester, hogy kevesebb lett a bűncselekmények száma, és hoz mindenféle adatot. Tehát, hogy mit tudom én, a vagyon elleni bűncselekmények, meg a gyilkosságok száma is egyre kevesebb és hasonlók. Csak az a helyzet, hogy a helyiek viszont azt mondják, hogy ez azért részben azzal is összefügghet, hogy ők már nem jelentik fel gyakorlatilag nem jelentik be a bűncselekményeket, mert egyszerűen nincsen értelme. És egyébként a közelmúlt híre az is, hogy a helyieknek ebből az egész helyzetből, hogy a rendőrség nagyon sokszor nem segít, tehát az is előfordul, hogy a rendőrség az tulajdonképpen így nem foglalkozik ügyekkel egyáltalán, elfordítja a fejét. Még olyan is előfordult egyébként a helyiek szerint sokszor, hogy hívják őket és egyszerűen nem jönnek ki. Tehát, hogy tényleg teljesen abszurd, egy ilyen bukott állam képen mutatkozik itt be. A helyiek odáig eljutottak, hogy most legutoljára beperelték az államot, és attól várnak némi fejlődést, hogy azt gondolják, hogy az államnak kötelessége lenne őket megvédeni, a rendőrségnek kötelessége lenne beavatkozni, valamit csinálni, azért, hogy mondjuk ne használt tűkön keresztül, meg ilyen zombi pózba merevedett embereken keresztül kelljen átgázolniuk, hogyha csak le akarnak menni a boltba. És hát nagyon kíváncsi leszek egyébként a perre így tényleg jogi olvasatban is. Szerintem ez egy rendkívül érdekes téma, és nagyon kíváncsi leszek a bíróság mit mond erre. Tehát amikor nem véd meg téged az állam, akkor,
akkor arra mit lehet mondani. És még egyszer mondom, itt nem csak arról van szó, hogy valaki hajléktalan, nem csak arról van szó, hogy valaki drogozik, hanem nagyon sokszor ezeknek a járulékos problémái megjelennek az utcán. Tehát mondom, a bűnözésben, egyébként az örjöngésben, hogy nem tudom megenni a reggelimet úgy, hogy ne jöjjön valaki, aki magába beszél ilyen kataton módon ott előtte, és ott zakatoljon előttem, vagy ordítson rendszeresen, tényleg ez is nagyon kemény. Tehát az ember már úgy megy az utcán, az elején így videóztam, de aztán utána, megmondom őszintén, leálltam vele, és idővel annyira frusztrált lettem a videózástól, hogy elraktam a kamerámat. Tehát olyan mély rettegés jött rám, megmondom őszintén, és ezt úgy mondom, hogy én nagyon sokat jártam Bronxba úszni, föl sokat jártam mindenfele igazából, Brooklynban laktam, nem is tudom. Ithaka sem volt egy nagyon-nagyon fényes hely, tehát a jó része, mit tudom én, ha belegondoltok, ugye én a Szent Pauli Sternschanze határán ugye mozogtam, és az is ugyan egy ilyen keményebb helynek szokták mondani, ugye, Répebánt, meg nem tudom, oké. Na most ezek semmik, tehát ezek semmik ehhez képest, ami itt van, semmik, sehol nincsenek. Amerikáról amúgy is jó tudni, hogy gyakorlatilag a 2000-es években több mint 1 millióan haltak meg drogtúladagolásban. Szerintem most már olyan 1 millió 100 ezer kettő fele járhatunk, valahogyan így, és évente most már olyan 100-valahány ezeren halnak meg, ami egyébként elképesztő szám. És ez a sok halál, ez részben a fentanil miatt is van, ráadásul van, ahol a fentanilnak már egy még turbóbb verzióját használják, a trankot. Szóval az egy dolog, hogy ilyen zombivá válnak az emberek tőle, de a bőrük is elkezd lerohadni. Fentanil és egy állati ilyen nyugtató, azt hiszem, annak a keveréke egészen pusztító. Tehát tényleg addigra az egy dolog, hogy ilyenek lesznek, de még a kezük is, meg a bőrük így elkezd itt ott lerohadni. Döbbenetes. És hát a fentanilnak persze az ára is olcsóbb egyébként. Tehát sokkal olcsóbb, mint mondjuk a heroin, mondjuk, vagy a kokain akár, és elérhetőbb mindenki számára. Oké, tehát ennyit a háttérről, a generális háttérről, és egy picit azért ennek a szellemi oldaláról is. Szóval azon gondolkoztam, hogy nem lehet azt nem látni, amit a Fukuyama mondott, aki ugye azt mondta, hogy valahol Amerikában 60-as évektől kezdve beindult egy ilyen egyenlősítési politika, ami szükséges volt, és ez a fajta szabadság, ez átbillent egyfajta identitás háborúba. És valahol én azt érzem egyébként itt nagyon, hogy bizonyos értelemben a kisebbségeknek a jogainak az elérése, az egyébként sokszor, és ez a küzdelem, az egyébként sokszor kihatott arra, hogy aztán utána hogyan gondolkodnak szabadságról, és a szabadság határait azt valamilyen teljesen furcsán húzzák meg. Tehát ez az alapállításom. Mire gondolok konkrétan? Két dologra, és ezt a két dolgot nagyon-nagyon lehet látni San Franciscóban. Az egyik a kínaiak helyzete. Nézzétek meg, San Francisco az egyik olyan hely, ahol nagyon-nagyon régi kínai jelenlét van, talán a legrégebbi egyébként az Egyesült Államokban, jó? Tehát tényleg nagyon régóta vannak itt kínaiak, azt hiszem, minthogyha ez lenne a legrégebbi kínai kolónia. 19. század végén, 20. század elején időről időre föllángoltak ezek a sinofób, ilyen gyűlöletkampányok, a kínaiak megerőszakolják a lányainkat, stb. Tényleg, tehát voltak ilyen plakátok is, már itt is beszéltem róla. Egyébként azt gondolom, hogy az amerikai társadalomban nagyon-nagyon lehet ezekkel operálni, és ma is azért nagyon tudnak vele operálni. Ez az egyik. És nekik, a kínaiaknak ki kellett harcolni valahol az egyenjogúságukat. Egyébként itt rakok be nektek a kínai negyedből is képeket, videókat, majd látni fogjátok, és hát tényleg azért ez egy kiépült negyed, tehát úgy néz ki, mintha nem tudom, Kínában lennél. Szintén San Francisco nagyon híres arról, hogy nagyon komoly meleg közössége van, ami
szintén nagyon sok harcon ment át azért, hogy elismerjék, hogy ne bélyegezzék meg, hogy nyíltan vállalhassa szexuális orientációját, stb. Erről megint csak azt gondolom, hogy ez azért egy elég fontos dolog, hogy igenis szükséges volt tulajdonképpen az, hogy valamilyen szinten ezeket az embereket a társadalom elismerje, integrálja, egyenlősítse és antidiszkriminációs szabályokat hozzon. És ugye van itt ez a Castro negyed, erről megint rakok be nektek képeket, videókat. A Castro negyed a melegeknek a negyede, mindenféle klubjaik vannak ott, meg színház, meg ez, meg az. Én ettem ott, egész jó az indiai, egy híres része San Franciscónak, és tényleg egy kellemes része amúgy. Tehát ahhoz képest, hogy a Tenderloin milyen, ahol vagyok, az egy nagyon kellemes rész. Na most volt ugye ez a két társaság, és azt gondolom, hogy jól látni, hogy nekik igenis szükséges volt valami fajta szabadságot kivívni, szükséges volt valami fajta szabadságot adni, valamilyen szinten megvédeni őket. Viszont én azt látom, hogy a szabadságnak a határait, azokat sikerül valami teljesen hülyén elhúzigálni. Tehát ez, amit itt a környéken látok, ez katasztrófa. Ugye itt is azért az olyan érdekes volt az egyik régebbi videómnál, amikor a hamburgi droghelyzetről beszéltem, hogy valaki ott elkezdte szidalmazni az egyik a másikat, hogy hát hogyan mondhatja magát liberálisnak, hogyha büntetné a drogfogyasztást, meg az eladást, meg a nem. A helyzet az az, hogy azt gondolom, hogy a liberális, mint eszmény, az nem arról kellene, hogy szóljon, hogy minden társadalmi szabályt és normát leépítesz. Az egy nagyon-nagyon nagy baj, hogyha leépítjük a közösségi szabályokat, és az egy nagyon nagy baj a közösségeket, a közösségi morált. Ugye van ez a kifejezés, hogy it takes a village to raise a child, azaz, hogy az egész falu részt vesz a gyereknevelésben, és ez részben igaz is. Ez azért eszembe szokott jutni akkor, amikor ma így tudom én tényleg a gyerekes apukák, anyukák gyakorlatilag mindent megengednek, és amikor valaki rászól a hülye gyerekükre, akkor meg fölháborodnak. Nem, valójában pontosan ez a normális, hogyha kicsit mindenki abajgatja a gyerekeket egyébként, és nem vállat van és elmegy, mert nem a pusztában lakunk egyedül. és hogyha ezeket a közösségeket szétverjük, ugye a Denin mondja ezt egyébként, beszéltem már róla itt is, akkor tulajdonképpen egy ilyen nagyon-nagyon önző világszemléletet fogunk erősíteni. Ami arról szól, hogy mindenkinek meg kell engedni mindent, és gyakorlatilag bármi belefér, hogyha ő az utcán akar drogozni, ott fog drogozni, ő akkor belövi magát, és ott hal meg, nekem mindegy, hát ez az ő szabadsága. Ugye ennek nagyon-nagyon súlyos, strukturális okai is vannak egyébként. A szegénység, a lecsúszottság, az, hogy egyébként a családból kiesnek ezek az emberek, hogy a közösségükből kiesnek, hogy barátaik nincsenek, stb. Tehát azért, és ugye a Denin az azt mondaná, hogy ez egyébként jelentős részben a liberalizmusnak köszönhető. Tehát annak a fajta liberalizmusnak, ahogyan Amerikában felfogják a liberalizmust, annak egy hozadéka ez. Nem kell vele egyetérteni, de szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes érv. Ő egyébként azt is mondja, hogy mindenki manapság például a közösségi médiát köpködi, hogy hát hú, egyszer csak megjött a Facebook, és már nem beszélünk egymással, miközben valójában az amerikai társadalomnak van egy ilyen szabadság fétise, ami arról szól, hogy minden szabályt és közösséget építsen le, és egyébként ez viszont azzal jár aztán, hogy ilyesfajta állapotokat hoznak létre. Leépítenek minden szabályt, közösséget, morált, elvet, vallást, stb. Majd aztán utána csodálkoznak, hogy szétesik gyakorlatilag a társadalom a kezük között. Azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen csak ugyan átbillent ez a szabadság. Viszont ugye, amikor az Annával beszélgettem erről, az Anna pedig azt mondta, hogy hát ez egész jól hangzana, de az lenne neki az ellenvetése, hogy egyébként bizonyos körben viszont visszafordult ez az egész,
ugyanis bizonyos dolgokat meg nem tehetsz meg. Például nagyon kemény feszültség van az LMBTQ közösségben, ott vannak a klasszikus melegek, akik rengeteget küzdöttek azért, hogy egyenlőek legyenek, hogy elismerjék őket, stb., és ott vannak a transzok. Lehet, hogy valaki mondjuk a Pistike megjelenik, aki most már mondjuk nem tudom, Karolinnak gondolja magát, és fogja magát, és azt mondja, hogy ő majd megmagyarázza, hogy hogyan kell melegnek lenni a melegnek. És egyébként ez elképesztő feszültséget generál itt is amúgy, meg a briteknél is. Tehát bizonyos értelemben nyitott a rendszer, bizonyos értelemben pedig zárt. Bizonyos értelemben eljutunk oda, hogy a szabadság határait úgy húzzák meg, hogy teljesen az esetek jó részében szabadon, tulajdonképpen elveszik a közösség, és ott hal meg valaki az utcán. Oké, a rendőr az nem fog semmit csinálni, tehát szinte egy ilyen failed state állapotba jutunk el, amikor ugye nem tudjuk, hogy mennyi a bűncselekmény, meg nem jelentik be, az egyébként egy súlyos gond, mert arra nagyon-nagyon nehezen lehet alapozni policy-t, bármilyen policy-t, hogy hozzanak szabályt, azt iszonyú nehezen fogják már megcsinálni. Tehát ez egy nagyon-nagyon súlyos gond, adatok nélkül nem lehet jogot alkotni. Gyerekek, azon gondolkoztam, ez ugyanaz, amikor mondjuk manipulálják a közvéleményt. Tulajdonképpen ez a demokrácia szétverésének a nulladik lépcsője, ugye erről írtam is, meg olvastam is, mert gyakorlatilag így nem fognak tudni az emberek normálisan véleményt nyilvánítani, igaz? Mert manipulált mindent. Tehát ez egy hatalmas gond, és itt is hatalmas gond, tehát amikor azt mondjuk, hogy nem tudjuk az adatokat, vagy csak kevés adatot tudunk, hogy mennyi bűncselekmény van. Nagyon büszkék magukra, de nem tudjuk, hogy egyébként tényleg van-e okuk büszkének lenni, mert valószínűleg nincsen. Tehát az egyik az, hogy átbillen ez a liberalizmus, és a másik az, hogy egyébként a határokat, hogy mit nem szabad, azt viszont nagyon furán húzzák meg. Tehát amikor mondjuk nem szabad neked, teszem azt, elmondani a véleményedet, nem tudom, bármilyen ilyen transzokat érintő kérdésről. Nem szabad mondjuk azt mondani, hogy hát demokraták vezetik a várost, nem tudom, 68 óta, és hát gyakorlatilag ide vezet ez a világkép, ez egy csomó mindent. Ugye legutoljára itt azon volt a felháborodás, a Berkeley-nek az egyik professzora azt találta mondani, hogyha valaki azt kérdezte a Facebookon, hogy hát hogyan lehet itt Kaliforniában csajozni, vagy hol érdemes csajozni. Azt írta, hogy hát a legjobban azt teszi, hogyha elmegy innen ebből a régióból, mert szerinte ez katasztrofális. És erre gyakorlatilag olyan támadásnak volt ez a professzor kitéve, hogy az valami egészen elképesztő, hogy hát tulajdonképpen ez ilyen threatening, tehát ilyen veszélyezteti gyakorlatilag a nőket, hogy nőgyűlölő, hogy nem tudom, nem. Csak azt mondja, hogy ez az egész környék, ez nem ideális arra, hogy mondjuk egy normális párt találj magadnak. És erre lehet azt mondani, hogy hát milyen degradáló, hát az összes nőt, úgyhogy nem kezeli az összes nőt ugyanúgy, egy ilyen mondat nem kezeli, csak azt mondja, hogy gyakorlatilag ez a régió, ez valószínűleg problémás. Azt mondta, hogy bárhol a világban egyébként, valószínűleg bárhol a világban könnyebben találsz magadnak egy értelmes párt, mint ebben a régióban. Hát bizony, ez azért értem én, hogy nem tudom, de hogy nem kell vele egyet sem érteni, csak azt gondolom, hogy ezt az embert ki akarták rugatni rendesen a Berkeley-ről ezért a véleménye miatt, ami azért elég nevetséges. Tehát, hogy tényleg milyen alapon beszél ilyet? Miért nincsen joga hozzá? Most értem én azt, oktatóként én nem mondanék ilyet. Magánbeszélgetésben lehet, de egyébként ott sem nagyon, mert azért szerintem kicsit ilyen általánosító sztereotipizálás, igaz? És azért ezeket kicsit érdemes elkerülni. De miért? Azért érezheti így, tehát mondjuk egy ilyen hely láttán érezheti így, hogy ez azért gond. Ebből mit vihetünk haza? Én azt gondolom, hogy az nem egy jó út, amikor ezeket a közösségeket módszeresen alássuk. Nem egy jó út az, amikor bármilyen közösséget lenyomunk, amikor gyakorlatilag a társadalmat csak az önzésre és az individumra építjük, amikor szétesnek a családok emiatt, amikor gyakorlatilag
a vallást azt így kidobjuk, mint valami felesleges dolgot. A vallásnak azért lehetne egy ilyen morális szerepe egyébként, nem kell feltétlenül központilag támogatni, csak azért az emberek között igenis lenne valami fajta közvetítő szerepe, morálát adó szerepe, közösség szerepe is lehet. Tehát azért ezek hát igen, itt Amerikában a különböző vallási közösségek mindegyiknek van valamilyen ilyen kapaszkodjunk egymásba jellege. És egyébként például Jonathan Sacks az egyik könyvében azt mondja, hogy van arra adat, hogy a vallásos emberek többet adakoznak, többet segítenek egyébként másoknak, stb. Például. Lehet úgy gondolkodni erről, hogy hát ez felesleges, még nekem ezzel sincsen bajom. Azzal van bajom, amikor összecsúszik államvallás, meg sok mindennel van, tudjátok is, de egyébként ezzel nincsen feltétlenül. Azzal viszont igen, hogy kirángatjuk az összes közösségteremtő dolgot, kidobjuk, és aztán egyszer csak csodálkozunk, hogy emberek magányosak lettek, emberek drogoznak, hogy ekkora krízisben ez a társadalom, hogy vannak rétegek, amik teljesen lecsúsznak, hogy teljesen individualizált az, ahogyan nagyon sokan gondolkodnak, hogy tulajdonképpen egymáson gázolnak át. Bizonyos értelemben ez a konferencia is, ahol én voltam, egy szimbóluma lehet ennek, tehát itt vagyunk benne a Hiltonban, nagyon elegáns mindenki, nagyon megy, nagyon tudja, és egyébként, ha kettőt lépsz az utcán, már ez a katasztrófa van. És aztán ugye a konferencián, amit írtam is, itt pufogtam nektek, hogy kapunk egy olyan felhívást, hogy hát rakjuk el a névjegykártyánkat, amit kaptunk, ugye? Mert hogy hát bárhol a világban érdemes elrakni, hogy nehogy turistának nézzenek. Hát ilyen cinikus dolgot, hát sehol nincsen ilyen probléma. Ha eljössz Magyarországra, szabadon kirakhatod ezt, és semmi bajod nem lesz belvárosban, bárhol, Németországban is egyébként, stb. Tehát tényleg, és hát hogy azt gondolják, hogy a világban mindenhol ez megy. Hát nem ez megy mindenhol a világban. Tehát ez egy vérmesen cinikus dolog. Úgyhogy ebből szerintem azt lehet megtanulni, hogy nem kell aláásni a közösségeket, és egyébként a liberálisoknak pedig azt lehet megtanulni, hogy szabad, sőt kell is úgy liberálisnak lenni, hogy minden f***ságot nem kell elfogadni. Tehát nem igaz az, hogy aki liberális, annak feltétlenül kötelező egy módon látni a világot, annak mindent liberalizálni kell, annak feltétlenül ilyen közösség nélküli ultralibertárius, mert ez már nem is csak liberalizmus, hanem a libertarianizmusnak ez a legvadabb verziója, hogy ezt kell elfogadni. Nem igaz az, hogy egy normális 21. századi liberálisnak azt kell elfogadnia, hogy gyakorlatilag mindent a gazdasági társaságok alá rendelünk, és a piac az ultraszabad, és tulajdonképpen nagyjából szét kell szakítani a társadalmat, középosztályt kidobni, a nagy cégek domináljanak mindent, és egyébként a társadalom jó része meg legyen ott lenne alul, és akkor mindenki azon pörök, hogy ő hogyan kerülhet majd legfölülre, és ennyi, és különben pedig az 1% kontrollálja a vagyon, nem tudom, a jó részét, és a felső 10, meg 20, meg tulajdonképpen szinte a teljes vagyont, vagy ilyen teljesen szürreálisan magas összegeket. Tehát ezeket nem kell feltétlenül elfogadni, és szerintem ezt nagyon is meg lehet ebből tanulni. Tehát van egy ilyen arany középút, vannak közösségek, igenis ez ellen, ami itt van, büntetőjogi eszközökkel is fel lehetne lépni, mondjuk a dílerek oldaláról, különböző programokkal is fel lehetne lépni, de egyébként akár úgy is, hogy feszesebb szabályozást hozol, és nem engedsz meg mindent. Ugye a New York Times-on most nagyon erősen kritizálták a polgármestert, azért az alapon, mert hogy azt merte csinálni, hogyha valaki drogozik, akkor, és ezért ugye elkapják, akkor drogtesztet kell majd hozni ahhoz, hogy a 650 dollárt, vagy valami ilyesmit, ilyen segélyt azt megkaphassa. Hogy nem elég progresszív, és hát hogy tulajdonképpen vége a kaliforniai progresszivitásnak. Nevetségesnek gondolom azokat, akik képesek ezt így felvetni. Tehát, hogy attól lennél progresszív, hogy tulajdonképpen odaadod az embereknek a pénzt, hogy drogra költsék nyilvánvalóan. Mi a túró? Tehát ez lesz a progresszivitás, szerintem abszurd. Szerintem abszurd, és ilyen miatt támadni valakit, az abszurd. Ugye azt is csinált, hogy a rendőrségnek valahogyan a hatásköreit bővítették, meg financiális hátterét, és azért is támadták. Azt se értem egyébként teljesen, hogy miért. Nem kell ide eljutni,
és akkor nem fogunk itt járni. Innen folytatjuk, legyetek jók. Én meg addig vigyázok magamra.